Köszöntöm nézőinket! Önök a minden hétköznap jelentkező Szentendre Ma című hírmagazinunkat látják. Következzenek legfontosabb híreink röviden. NAV. A Nemzeti Adó és Vámhivatal folytatja a kiemelt nyári ellenőrzéseket. Divat. Margaritovics Adél szín- és stílus tanácsadóval arról beszélgettünk, hogyan lehet a legegyszerűbben kiigazodni a trendek világában. Országtortája. Idén a Mákvirág nevű édesség nyerte el a címet, a finomságot a szentendreiek 4 cukrászdában kóstolhatták meg. A Nemzeti Adó és Vámhivatal folytatja a kiemelt nyári ellenőrzéseket, mivel az eddigi vizsgálatok során számos szabálytalanságot tártak fel. Figyelmeztetik a munkáltatókat, hogy augusztus 1-től jelentősen megemelkedtek a mulasztási bírságok, a be nem jelentett munkavállalók és a hiányzó nyugtaadások akár 2 millió forintos szankcióval járhatnak. A Balaton és környéke nem csak a turisták kedvelt úti célja, hanem a NAV kiemelt ellenőrzési területe is. A hivatal munkatársai idén is fokozott figyelmet szentelnek a térségben működő vállalkozásoknak, így a termékértékesítőknek és a szolgáltatóknak is. Elsősorban hogy a NAV-nak az ellenőrzésekkel mindig az a célja, érdeke, hogy a jókövető adózókat is támogassa, fellépésével megakadályozza azt, hogy az úgymond adó elkerüléssel, bevétel eltitkolása és tisztességtelen versenyelőnyre tegyenek szert a piac szereplői. Magyarul, aki kicsit a szürke zónában evez, az ne kerüljön előbe azért, aki rendesen befizeti az adóját és bejelenti az alkalmazottait. Ez minden évben kiemelt cél, illetve a kiemelt célokat pontosan meghatározza az ellenőrzési terv minden évben, és itt ezt lekövetik a vármegyék is, illetve az adott időszakok. Hogy konkrét legyek, ugye most elsősorban a Forma 1 volt Pest vármegyében, ami egy ilyen kiemelt rendezvény volt, illetve egész nyáron, július 1-től augusztus 31-ig Pest vármegyében ellenőrzzük a fürdőket, strandokat, hiszen ezek jelentenek némi felüdülést ebben a meleg időben. Így biztos, hogy sokan látogatnak el strandokra, és vesznek ott igénybe mindenféle szolgáltatást. A Nemzeti Adó és Vámhivatal a nyári időszakban előre meghatározott kockázati szempontok alapján ellenőrzi a Balaton környéki településeken működő kereskedőket és szolgáltatókat. Az ellenőrzések során figyelembe veszik a vállalkozások nyitvatartási idejét és várható forgalmát, mondta Salgó Attila. Tekintve, hogy a főszezonban évek óta például a strandokon, a Balatonnál jelen van a NAV, így az adózóknak ez nem újdonság, a szokásos ellenőrzéseket végzik el, tehát a nyugta és számlaadási bejelentéseket, az online pénztárgép szabályos üzemeltetésével és a jövedéki termékek árusításával kapcsolatban vizsgálódnak. A sajtóreferens rámutatott, hogy a felsorolt területek mellett idén kiemelt figyelmet fordítanak a turizmus fejlesztési hozzájárulás helyes kiszámításának és befizetésének ellenőrzésére is. Sajnos azt kell mondjam, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is a nyugtaadás a leggyakoribbi szabályszegés. Hogy egy példát is mondjak a már lezajlott vizsgálatok közül. Egy vendéglátóhelyen például a revizorok észrevették azt, hogy a magyarul beszélő vásárlók kapnak csak nyugtát, ezért ők is angolul rendeltek, és így ők sem kaptak semmilyen bizonylatot. Ennél a társaságnál az az érdekes, hogy tavaly már szintén hasonlóan megbukott egy ellenőrzésen, ezért a bírságon felül 12 napos üzlet bezárásra is számíthat ez a vállalkozás. A munkáltatóknak feltétlenül be kell tartaniuk az adózási szabályokat, mert augusztus 1-től a mulasztási bírság összege jelentősen megemelkedett. Akár 2 millió forintos szankcióval is számolhat az, aki nem teljesíti az adózási kötelezettségeit. Fontos azért itt megjegyezni, hogy ez csak a bírság az utolsó része. A súlyosan mulasztók a mulasztási bírság mellett ellenőrzésekre, utólagos ellenőrzésre is számíthatnak.
ezért a jegyzőkönyv átvétele után még van idő a lehető leggyorsabban hozzákezdeni a tényleges forgalomhoz, igazítani a bevallásokat és a fizetendő adót, ugyanis a revízió, tehát az ellenőrzés, utólagos ellenőrzés megkezdéséig még mindenki önellenőrzést nyújthat be, és bírság és mindenféle egyéb szankció nélkül befizetheti a korábban be nem vallott adót. Az ellenőrzések az idegenforgalmi szezon végéig legalább őszig tartanak. Az érintett vármegyék mellett számos más vármegye adóhatósági munkatársai is részt vesznek az ellenőrzésekben. Így a vállalkozások folyamatosan változó ellenőrző csoportokkal találkozhatnak. Ütemesen halad a készpénzmentes fizetést biztosító berendezések telepítése a Volán busznál. Már minden harmadik autóbuszon elérhető az elektronikus fizetés, ősz végéig pedig a tervek szerint a társaság valamennyi helyközi járatára fedélzetére felkerül a POS terminál. Tájékoztatta az MTI-t a Volán busz ZRT pénteken. Azt írták, a cég idén nyár elején kezdte meg a készpénzmentes fizetés kiterjesztését valamennyi helyközi járatára. Június vége óta már mintegy 2000 autóbuszra került fel a POS terminál, és országszerte 15 szerelőcsapat dolgozik folyamatosan azon, hogy mindaz 5330 helyközi közszolgáltatást ellátó buszon elérhetővé váljon az elektronikus jegy- és bérletváltás. A terminálok nem csak bankkártya, hanem a fizetésre alkalmas applikációval rendelkező okos eszközök használatát is lehetővé teszik. Hozzátették, hogy a MÁV Volán csoport az utas kiszolgálás folyamatának gyorsulását és a működési költségek csökkentését is várja a szolgáltatás fejlesztéstől. A vállalatcsoport bízik abban, hogy a fedélzeti elektronikus fizetés bevezetése hozzájárul ahhoz, hogy egyre többen vegyék igénybe a közösségi közlekedési eszközöket. Gardróbunk tudatos kialakítása és saját adottságaink pontos ismerete nélkül nehéz kiválasztani a magabiztosságot kölcsönző szín- és ruhakombinációkat. 2024-ben a Pantone az év színének a pasztelles rózsaszínt is tartalmazó barackvirág árnyalatot választotta. Margaritovics Adél szín- és stílus tanácsadóval arról beszélgettünk. Saját színtípusunk ismeretében hogyan lehet a legegyszerűbben kiigazodni a trend világában. Az évszakokra épülő színtanácsadás során az ügyfelek szakemberek pontos iránymutatása mentén haladnak saját színpalettájuk megismeréséig. A színtanácsadás ugye az évszakbesorolás elméletén alapszik, az embereket külső színjegyeik alapján csoportokba lehet osztani, amit így a könnyebb érthetőség érdekében az évszakokhoz hasonlítunk. Ugye így van 4 fajta színcsoport, és még ezeknek alcsoportjai, ami összesen 12 lehet, és ez nagyon sokat segít az embereknek abban, hogy rávilágít arra, hogy mik azok a színek, amik kiemelik a bőrük ragyogását, esetleg a szemük színét, amitől üdébbnek tetszik a bőrük, és mik azok a színek, amik kerülendők, amitől esetleg sápadtabbnak tűnnek, vagy fáradtabbnak, esetleg kicsit idősebbeknek a koruknál, úgyhogy ez mindenképpen egy nagyon praktikus dolog. Az egyéni színtanácsadás alapja az alany stílusvilágának feltérképezése. Amikor megjön az ügyfél, akkor egy beszélgetés történik legelőször, ahol egy kicsit megismerkedünk egymással. A színtanácsadó olyan kérdéseket tesz fel, amiből megtudja, hogy milyen a kedves vendégnek a stílusa, hogy van esetleg színvonzalma, ami befolyásolni tudja a színtanácsadás menetét, mik azok, amiket szívesen visel, mik azok, amiket inkább kerülni szeretne, mert nem érzi jól magát benne. Úgyhogy ez az első fázis. A színtanácsadó elmondta, hogy az első részt követi az internetes videókból jól ismert kendőzés. Az ügyfél nyakába helyezett színkendők láttán a szakemberrel együtt döntik el, hogy mely színek hatnak előnyösen az adott személynek.
Ilyenkor egy gátló, picit nehezítő tényező, inkább úgy mondom, nehezítő tényező tud lenni, hogyha a vendégnek vagy a paciensnek van egyfajta színvonzalma, ami nem az ő színtípusának megfelelő. Tehát, hogyha egy téltípusú embernek az ő színei tetszenek, akkor ő nem azt fogja nézni, hogy mi áll jól neki, hanem azt, hogy melyik szín tetszik neki, és ez nem mindig ugyanaz. A Pantone intézet még decemberben jelentette be, hogy az idei év trendszínének a peach fáz árnyalatot választották, amely a barack bársonyos beütése. A tavasz típusúaknak áll jól. Mindenképpen. A tavasz típusúak világos bőrű emberek, akiknek a meleg színeknek a lágy tónusai állnak jól, telítetlen színek. Ők a tavasz típusúak. Margaritovics Adél röviden vázolta, hogy milyen kavalkád uralkodott nyáron a divat világban. Hangsúlyozta, a trendek követésekor fontos tisztában lenni az adott fazon előnyeivel és hátrányaival. Most valóban meghatározó. A kosztümök minden formája nagyon divatosak most. Ugye a nadrág-szoknya kombináció egyaránt, nagyon divatos a mellény használata, ugye ami a háromrészes férfi öltönynek a klasszikus harmadik része, ugye, mint mellény, ezt női változatban, és nem jellemzően karcsúsított fazonban, hanem inkább egyenesebb fazonban a nőknek is, és ezt akár blézel alá, akár csak úgy önmagában nadrággal is divatos most hordani. A szoknyák terén a szoknya hosszára kell figyelni, mert midi a mostani szoknyahoz, ez térd alattig érő, ugye lábszár középig érő fazont jelent. A felsők tekintetében ugyanúgy hódítanak a túlméretezett oversized ingek. A nadrágok terén pedig érdemes figyelni a divatos, magas derekú fazonra, amelyet nem mindenkinek ajánl a stílus tanácsadó. Vannak előnyös és kevésbé előnyös tulajdonságai. Ugye az előnyös az, hogy gyönyörű hosszú lábakat lehet optikailag ezekkel a magas derekú nadrágokkal varázsolni, viszont kiadja a pocak részt és a csípő részt. Tehát ez azoknak előnyös, akiknek homokóra alkatuk van, vagy nagyon vékony darázsderekúak, azoknak igazán előnyös. Margaritovics Adél arra is utalt, hogy sejteni lehet a 2025-ös tavaszi-nyári szezon árnyalatát, amely a lenvászon natúr színei köré alakul majd. A Kálvária út végétől a Kőhegy felé vezető domb tetejére tartó népszerű túra útvonalon található kutat a tulajdonosa nem kerítette el annak ellenére, hogy a terület magántulajdon. Olvasható Szentendre város hivatalos honlapján. A Doboshegyi víztározó mellett építkező ingatlan tulajdonosa, annak ellenére, hogy a kút az ő területén található. A Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Irodát tájékoztatta arról, hogy nem kívánja elkeríteni a DMRV által üzemeltetett kutat. A tulajdonos döntése értelmében a Dunamenti regionális vízmű által üzemeltetett kút továbbra is minden arra járó számára hozzáférhető marad, annak ellenére, hogy az ingatlan határán belül helyezkedik el. A tulajdonos elmondta, hogy az ingatlanon jelentősen megnövekedett gépjármű és gyalogos forgalom miatt döntött a terület bekerítése mellett. Augusztus 20-án Magyarország nemzeti ünnepén minden évben bemutatják az ország tortáját, amelyet egy verseny keretében választanak ki. A torta megalkotásának célja, hogy az ünnep alkalmából egy különleges, hagyományos magyar alapanyagokból készült desszerttel gazdagítsák a hazai cukrászat kínálatát. Szentendrén 4 cukrászatban árulták az idei győztes tortát, amely a mákvirág volt. Az ország tortája minden évben egyedi ízvilágot képvisel, és az augusztus 20-ai ünnepségeken lehet először megkóstolni országszerte. A Lolat cukrászda üzemeltetője beavatta stábunkat az idei ízvilágba. Hát mindenkinek ez a kicsit savanykás és roppanós rész, ami meglepő. Úgymond mindenki
áfonyának, vagy valami szeder dolognak, de igazából ez ribizli, ez fekete ribizli. Igazából az is van egy gömbölyű szem rajta a torta tetején. És ez a mákkal pikantériában nagyon jó ízvilágot ad. Igazából egy mákos piskóta, úgymond, és onnantól kezdve ez a kicsit ilyen, hogy mondjam, savanykás ízvilága van az egésznek. Az ország tortájának minden évben elkészül a cukor- és gabonamentes változata is. Az idei győztes mákvirág elnevezésű finomságot Osztás Zoltán cukrászdájában is megkóstolhatták a vendégek. Igen, mi mindig azt az elvet valljuk igazából, hogy nem mi készítjük el az ország tortáját, hanem igényt tartunk arra a megnyert és cukrászdával kapcsolatban álló másik partnerrel, aki ezt megnyerte, és őtőle úgymond forgalmazási engedélyt kérünk, és őtőle forgalmazzuk a cukrászdának az összes tortáját. Mind a kettőt mindig előre leszoktuk a családdal zsűrizni is, és nagyon finom ízvilágot adunk. Igazából ez a savanykás, pikantériás, fekete dolog, ez nagyon jó működőképes. A cukrászmester azt is elárulta, hogy a szakmai zsűri által legjobbnak választott mákvirágtorta milyen népszerűségnek örvend. Megtudtuk tőle, hogy a sütemény meddig szerepel a cukrászda kínálatában. Szerintem azért egy picikét igen, mert sok ember ezt a mákos részét ezt kesernyésnek tartja, de hál' Istennek most a tapasztalat a tegnapi nap meg a mai nap forgalmából azt mondjuk egyelőre, hogy nagyon jó fogy az ország tortája, az emberek vevők rá, és ízlik nekik. Az emberek fogják eldönteni, ha igény van rá, akkor természetesen tartjuk. Reméljük, hogy ugyanolyan sikere lesz, mint 2016-ban volt az Őrség zöld aranya torta, ami jelen pillanatban is még a cukrászdában megtalálható fagyi változatában is. Tavalyi tortát igazából már emlékeim szerint hamarabb úgymond elfelejtették az emberek igazából. Valamiért az már szeptemberre, októberre már nem igényelték. Ez szerintem sokkal tovább ki fog tartani, mert nagyobb az érdeklődése, más összetétel és más ízvilágú ez a torta. A Magyar Cukrászipartestület idén 18-szor hirdette meg a Magyarország tortája versenyt augusztus 20-ai nemzeti ünnepünk köszöntésére. Végül a várható időjárásról. Szombaton továbbra is csak vékony fátyolfelhők lehetnek az égen. Sok napsütés várható, csapadékra nem kell számítani. Többfelé élénk lesz a délies szél. Tovább melegszik a levegő a hajnali 11-21 fokot követően délután, 31 és 36 fok közötti maximumokat mérhetünk. Vasárnap tovább fokozódik a kánikula. A legmelegebb órákban 33-38 fokra számíthatunk. Sok napsütésre van kilátás, de késő délután nyugaton, északnyugaton egy hideg front hatására helyenként kialakulhat zápor, zivatar. Adásunk végén következzenek legfontosabb híreink még egyszer, röviden. A Nemzeti Adó és Vámhivatal folytatja a kiemelt nyári ellenőrzéseket. Margaritovics Adél szín- és stílus tanácsadóval arról beszélgettünk. Saját színtípusunk ismeretében hogyan lehet a legegyszerűbben kiigazodni a trendek világában. Idén a Mákvirág nevű édesség nyerte el az Ország tortája címet. A finomságot a szentendreiek 4 cukrászdában kóstolhatták meg. Ez volt mai hírmagazinunk a Szentendre Ma. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este 7 órakor jelentkezünk. Ne kapcsoljanak el, nézzék továbbra is a TV Szentendrét, mert hamarosan kezdődik Művészváros című magazinműsorunk, amelyben az augusztus 20-ai ünnepi rendezvényről, valamint a Folt kávézóban nyílt kiállításról láthatnak összeállítást. Folyamatosan friss hírekkel, információkkal várjuk Önöket weboldalunkon, a szentendre.media.hu/tv-szentendrén. Megtalálhatóak vagyunk a közösségi média különböző felületein, kövessenek minket ott is. Munkatársaim nevében megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!